Sziasztok, Evan Czajok és Itafi Folszon 2 Akadémia Legendák Hartlepool United sorozat harmadik része. Ebben az epizódban visszatérünk a klasszikus három mérkőzéses epizódhoz, ami azt jelenti, hogy játszani fogunk a Northampton, a Salford City és a... Majd kiderül, hogy hajde érünk. Szóval fogunk játszani három mérkőzést ebben az epizódban, ahogy ugye szoktunk egy FIFA-s epizódban. És akkor... túl sok az ő, Bence, szokjál már erről. Lényeg az, hogy beállítottam a játékosoknak, hogy legyen development trainingje azoknak, akik pozíción kívül vannak, tehát Jadon Clayes, Will Shields, ők ketten kaptak development traininget egy másik pozícióra. Ha jól tudom, akkor az egyikük egy bal középpályás lesz, a másik pedig de azok a játékosok, akiknek a pozícióját nem használjuk ebben a sorozatban, mint például ugye bal szélső hátvéd, azok a játékosok átalakulnak egy olyan pozícióvá, ahol használhatók lehetnek. És akkor történt egy igazolás, megnéztem a free agent listát, kettő region játékos találtam, egy csatárt és egy kapust. Úgy voltam vele, hogy kapus már van, akkor egyértelmű választás, hogy csatárt fogunk igazolni. Ethan Young, 17 éves északír csatár, 57 overall, és a statisztikáit nézve, mármint nem játék statisztikát, hanem magát a... hogy mit tud, nem egy rossz csatárnak néz ki, 4 csillag, 3 csillag, a finishingje nem a legjobb, nem a legklinikusabb csatári stat alapján, viszont láttunk már olyan csatárt, akinek ennél rosszabb statjai vannak, szóval Ethan Youngot üdvözöljük a Hartlepoolban, és most már ő segíti a Fisher-Iker párost elől. És akkor hát a két hátvédünk fáradt, szóval két új embernek kell beugrani a közép hátvédet játszani. Így fogunk felni a Northampton ellen: Miranda, Seymour, Park, Messi, Moody, Ismaili, Kristen, Nushi, Jong, Young, Fisher, Ethan Young bemutatkozik, és ugye Callum Park és nem tudom, most hirtelen elfejtettem az első nevét, de Messi játszanak hátvédként. Hartlepool, Northampton. Az első hazai mérkőzésünk a bajnokságban Victoria Park. Hát nem először látja az új Hartlepoolt, de először a League 2-ban. Egészen hátra Gonzalo Mirandának. Blimey! Rendben! Köszi Gonzalo, hogy kiúsztál a szarból, mert ez 100% az én hibám volt. Kreálunk helyzeteket, legalábbis az első epizódban azon a két meccsen kreáltunk. És csak a befejezés hiányzott a végéről, aminek köszönhetően ugye Ethan Young ennél a klubnál találja magát. Az pedig egy jó labda Pinnock, Miranda. Nushi előtte ott marad, és aztán jön a szélen Jong, és ott a vezetés! 22. perc, Jong góljával megvan az első League 2 gólunk, és először vagyunk előnyben. Fésön Nushi gólpassz. Én mondom, ez a srác, ez nagy dolgokra lesz képes, ez az albán támadó középpályás. Egy teljes nevet, ha kérhetnék tőle, Jong. Seo Jun Jong góljával Hartlepool 1, Northampton 0. Connolly szöglete, 26. perc. Flores emelkedik, és Miranda nem fogja meg. Jong ott volt egy, mint egy zavaró tényező. És Kristen már felszedett egy sérülést. Ajaj. Flores végzi el gyorsan a szabadrugást. Kabamba. Pinnock. Pinnock középre. Rose. Callum Park. Az első blokke nagyon jó volt az angolnak, de aztán a másodikra már nem tudott odaérni. 40. perc. Egyenlít Rose góljával nem a Hartlepool, hanem a Northampton. Rose sarokkal. Connelly nincsen lesen. Legalábbis nem emelkedik a partjelző zászlaja. Pollock. Miranda megint, és aztán Kabamba mellelését. És hát fejes észles mellelését könnyen fogja. És hát Christiannek még ott van az a sérülés szimbólum, szóval nem fogok kockázatot tenni. Jön a sorozat első golyának szerzője, Bobby Thomas a bal szélre. Vannak ilyen mini akadozások. Játék közben. Viszont sorozat elején vagyunk, ez még várható, ahogy megszerzi a vezetés Danny Rose góljával a Northampton. Szóval vannak ilyen esetleges akadozások, hogyha ezt lehetett látni előző epizódban és most is, akkor elnézést kérek, megpróbálom minél hamarabb kivasalni a problémát. Fordít a Northampton in the meantime. Ismaili veszít labdát veszélyes helyen, és érkezik Callum Park! 38 overall ide vagy oda, eddig meggyőzött.
És ott egy ember, Bobby Thomas, Youngnak kicsit hosszú a labdája. Bobby Thomas megpróbálja becsapni emberét, ami sikerül, majd aztán a középre. Présált labda nem jó. 1-3 ellen, Finley Moody. Gonzalo Miranda nem jön. Nagyon elszartuk ezt, boys. Nem tudom, hogy miért voltunk ilyen kevesen itt. Miért volt ennyivel több Northampton játékos. Pönök galjával viszont kettőre növeli az előnyét a Northampton. Connellyt Callum Park üldözi. Viszont nem éri utol. Connelly egy ember középen. Nem oda megy, hanem a hosszon lévő Floorsnak. Miranda beleér, de nem tudja kiszedni. 4-1 Northampton. Pinnock. Nagyon erősen bevágott labda. Mirandának kell még így védeni, hogy ne legyen belőle 5. Kabamba. Beközépre. Erről beszéltem. Ashley Seal góljával csak megkapjuk azt az ötödiket. 92. perc. 1-5. Hát ez csúnya volt. Volt egy jó 25 percünk, amikor ugye John góljával megszereztük a vezetést a mérkőzés elején. Utána viszont egy helyzetet sem tudtunk kialakítani. Utána a Northampton 2-esbe kapcsolt, és rugott nekünk 5-öt. Játszik könnyedséggel szinte. Hát voltak itt is parázsló reményszemek, de ez most nem volt olyan jó, mint mondjuk a Stevenage elleni csak 1-0-ás vereség. Na vége, Hartlepool 1, Northampton Town 5. Johan Kristens sérülése szerencsére csak egy bruised shoulder, ami 5 napig fogja akción kívül tartani a bal középpályást, szóval megnyugodtunk. És akkor Jake Stevens befejezte a tréningét, mint hátvéd, és most már Jake Stevens probléma nélkül játszhat középhátvédet. És akkor a legerősebb kezdő 11-ünk áll ki a Salford City ellen idegenben. Miranda, Seymour, Eberle, Stevens, Moody, Ismail, Kristen, Nushi, Jong, Young, Fisher. Salford City, Hartlepool. Burgess. Jó labda. Henderson! Vétetetlen. 19. perc Henderson góljával megszerzi a vezetést a Salford City egy Stevens labdavesztésből. Nushi. Lehetőség, beemelt labda, Alessandro Fischer. Helyzet, az biztos, nem rosszul volt összerakva, csak a finish nem volt ott megint. Major, 3 Salford játékos középen, és 2-0. 45 plusz 2. perc, olyan jó volt az a 15 perc azután, hogy a Salford megszerezte a vezetést, de nem tudtunk egy rendes helyzetet kialakítani. És 2-0 Salford. Nushi. Labda ki balra, ahol most Jong tartózkodik. Jong középre, az egy jó labda! És ha jól látom, akkor Alessandro Fischer a gólszerző. Az egyik Fischer párosnak már megvan az első gólja Hartlepool színekben. Egy nagyon jó beadás volt az előző meccs gólszerzőjétől, és egy nagyon jó fejes a svájcitól. Alessandro Fischer góljával 2-1. Kéri Young, és most kapja meg az északír. Hamar el kell lőni, mert ott a védőanyakán. Ethan Young a sorozat első kapufájával. Éppen hogy csak, de eltalálja a felső lécet. Ez pedig a miénk. Két percünk van valahonnan egy nagyon nagy csodát kihúzni. De hogy az a csoda honnan fog jönni, meg hogy kitől, az jelenleg mystery marad, viszont Ethan Youngot nem nagyon veszik komolyan a Salford védők! 91. perc, Ethan Young ünnepel, és visszajövünk 2-0-ról. Meg lehet-e az első pontunk Badalone irányítása alatt? Ethan Young, akit nem vesznek komolyan a Salford védők, senki se jön ki rá, Ethan pedig azt mondja, hogy thank you, és megszerzi az első Hartlepool-os gólját. 2-2, és nincs sok hátra. És a halálból jövünk vissza a Salford City ellen, hogy megszerezzük a Badalone érában az első pontunkat. 2-0-ás hátrányban voltunk az első félidő végén, és a második félidő végén egy jobb félidő Hartlepool szempontból. 2-2 a végeredmény. Gólok Fishertől és egy Ethan Youngtól. És ott az első pont, hogy mikor az első győzelem,
arra még várni kell. De a vége itt, Salford 2, Hartlepool 2. És akkor az epizód utolsó mérkőzése egy nagyon átrotált Hartlepool, egy nagyon erős Bradford City ellen, akik jelenleg 8. a tabellán. Miranda, Claes, Park, Stevens, Messi, Thomas, Kristen, Nushi, Maurer, Young, Fisher, ez a kezdő 11-ünk. Werner Maurer bemutatkozik a felnőtt csapatban, ha jól tudom, akkor Claes is. Bradford City, Hartlepool. Maurer, Fisher kéri vissza, és ő magas! És egy öngóllal szerezzük meg a vezetést! Kelehert úgy megzavart a Romain Fischer, hogy a saját kapujába fejel! És ott a sorozat első öngólja. Mindegy kitől jön, de ott az első öngól. Kelleher öngóljával Bradford City 0, Hartlepool 1. Romain Fischer előtt ott marad! Romain Fischer! Kreálhatott volna egy gólt és lőhetett volna egyet magától. De eltekeri a Bradford kapu mellett. És nagyon veszélyesek vagyunk itt az első 10 percben. Hol van a szélső védő? Callum Parknak kell kijönni Eizára. És Cookot megtalálja a hosszún. Nem tart sokáig a Bradford hátránya, körülbelül 10 perc. És az első helyzetükből megszerzik az első góljukat. Cook góljával 1-1. Ethan Young. Így is jó. Romain Fischer! Ott volt Werner Maurer teljesen egyedül a szélen, és nem őt szedtük ki. Pedig, hogyha oda jut, akkor hát lehet nagyobb eséllyel szerzünk gólt, bár mondjuk nem tudom Maurer milyen finishingben, de már adott egy gólt végül is. Eiza, most itt vissza Claes. Eiza megint a hosszúra ott lólálkodik, most Vernám Miranda lábbal hárít. Vernám, jó labda. Reithall, közép. És Cook megint ott van. 42. perc, fordít a Bradford. Nem tudok mit kezdeni ezekkel a gólokkal. Sajnos. Sutton, Eiza. Magas labda, Cook, Miranda. Ethan Young, kicsit erős volt, de Fischer át tudja venni. Romain Fischer, gólhelyzet! O'Donnell. Callum Parkot berakták a hintába. Sutton, Gilead, Miranda lábbal, majd aztán megfogja. Fischer. Indul egy Bobby Thomas, aki duplázhat! Bobby Thomas az első játékos, aki gólt szerez, vagy két gólt szerez ebben a sorozatban. És lehet, hogy megint elhozunk egy pontot. Úgyhogy 2-1-es, és kettő gólos hátrányban vezetni. De hátrányban voltunk, akkor erre akartam kiukadni. 2-2! Viszont most több idő van, mint a Salford ellen. És hát, hogyha nálunk van a labda, akkor talán... Akkor talán Ethan Young! I can't believe that he saved this! Careful boys! What? Lavery! Sutton lefordul! És hát mennyivel? 2 perccel ezelőtt? Ott éreztünk magunkat fent a mennyekben. És 2 perccel ezután lent vagyunk a pokolban. Sarok assist, megint középre adott labda, megint egy sweaty goal. Theo Robinson. Hát lehetett volna 2-2-2-es döntetlenünk egymás után, amikor Keller öngoljával megszereztük a vezetést. Hát szinte ugyanaz volt, mint a Northampton ellen az első meccsen, viszont itt csak 2 kaptunk abban a periódusban, nem 5-öt. Aztán kiegyenlítettünk Bobby Thomas góljával, és aztán a végén jön a fájó. Hát nem tudom, hol hiányzik ez a csapat, vagy mi hiányzik. Minőség, az egyértelmű, de hogy... Bradford City 3, Hartlepool 2 a vége. És akkor itt van vége a 3. epizódnak. Ahogy látom, történtek több pozíció átalakulások, szóval ezt még itt ledarálom, mielőtt vége az epizódnak. Antonio Imhoff átalakult támadó középpársa is felmegy 54 overallra. Bobby Thomas is átalakult támadó középpályásra, és felmegy 55 overallra. Shields átalakul bal középpályásra, és felmegy 9 overalt 42-től 51-re. És akkor az utolsó pedig Forster, aki ugyanúgy bal középpályás lesz.
És hát ezek a pozícióváltoztatások nagy overall boostot azok, adtak ezeknek a játékosoknak, ami egy bíztató jel. De itt van vége a harmadik epizódnak, győzelmünk még nincs, viszont szereztünk egy pontot a Salford ellen, ami éppen hogy kihoz minket a kieső zónába, hiszen 2 ponttal vagyunk a Harrogate és a Rochdale ellen, és a következő epizódot pont az alattunk lévő Harrogate Town ellen kezdjük. Hogyha ott tudnánk esetleg megszerezni az első győzelmünket, az masszív lenne, mert akkor eléggé elhúznánk tőlük és a kieső zónától. De ennyi volt a harmadik rész, hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, én Bence voltam, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Yes, we are blessed, but it's harder to see sometimes. Trying to find my peace of mind. You said, how could you be so blind?